Szervusztok! Ismét eltelt egy hét, és ismét megragadom az alkalmat, hogy válaszoljak a ti kérdéseitekre, amit az e-mail címemre küldtetek el. Már egy ideje ezekre a kérdésekre fixen válaszolok, vagy így hetente, vagy pedig priváton e-mailben, úgyhogy most is lássuk, hogy melyek voltak azok a kérdések, amiket nekem küldtetek az elmúlt egy héten. Van jó pár, úgyhogy nem is húznám tovább az időt, csapjunk a lecsóba, lesz itt minden. Na, első kérdés. Szokás szerint nem olvasom be a teljes nevet, ha csak ezt így külön nem írjátok bele az e-mailbe, hogy nyugodtan beolvashatom. Hogy maradok a keresztneveknél, vagy beceneveknél. Azt mondja, hogy Áron írta. Szia Csonti, nagyon régóta nézem a csatornádat, és iszonyatosan jó videósnak tartalak. Nekem is van egy csatornám, és a tanácsodat szeretném kérni. Az a problémám, hogy bár van pár feliratkozóm, nem akar növekedni a számuk, és folyamatosan azt látom, hogy vannak bizonyos emberek, akik feliratkoznak, majd leiratkoznak. Ezt onnan látom, hogy folyamatosan érkezik e-mail arról, hogy feliratkoztak, és a nevük többször szerepel mindig, és a csatornám nézőinek száma mindig be van akadva nagyjából 100 és 200 között. Nem tudnál segíteni, hogy ez miért van, illetve miért iratkoznak föl le az emberek? Köszönöm, Áron. Nos, kedves Áron, a felleiratkozások azért vannak, mert ugye az emberek vagy megunják azt, vagy úgy érzik, hogy rájönnek, hogy mégsem olyan jó az, amit ők korábban feliratkoztak. Ez nagyon sok minden miatt lehet. Vagy azért, mert egyszerűen csinálsz egy olyan videót, ami nem tetszik, és akkor hirtelen felújulásból, ez nem jó, elmennek. Vagy azért, mert egyszerűen csak nem nézik már többet, és nem akarják, hogy megjelenjenek a videóid ott a csatornád, a YouTube kezdőlapjukon. Vagy lehet, hogy csak véletlenül kattintanak mellé, aztán visszakattintanak. Úgyhogy ennek számos oka lehet. Olyanról is hallottam, hogy a YouTube időnként leiratkoztatja az embereket, teljesen random, és akkor, ha nem veszik észre, akkor leiratkozva maradnak az adott csatornáról. Bár én ezt az utóbbit még nem tapasztaltam a saját fiókomnál, de ilyen is előfordulhat. Illetve még be is zárhatnak a YouTube-ok fiókokat, ugye valamilyen szabálysértés miatt, és akkor az illető újra legel valami hasonló néven, úgyhogy még ezzel találkozhattál. Illetve van a van még egy opció, ugye, hogy annyira határozatlan az illető, hogy lát valamit, ez nem jó, nem kell, leiratkozik, aztán később visszanéz, meggondolja magát, és feliratkozik. Tehát van egy ilyen fluktuáció a feliratkozóknál, és teljesen szerintem rájuk lehet bízni, hogy mikor, ki, hova iratkozik, úgyhogy valószínűleg te is ezt tapasztalod. Jó magam is tapasztalok ilyet, hogy van olyan emberke, aki időről időre föl és leiratkozik, szíve joga megvan hozzá. De hogyha így azt látod, hogy azért szép, lassan, de biztosan növekszik a feliratkozó bázis, akkor jó úton jársz, úgyhogy nem kell aggódni. Ha viszont így cserélődnek az emberek, és nem haladsz előre, még akkor is vannak új feliratkozóid. Hogyha viszont csak az van, hogy az a 10-20 valamennyi emberke folyamatosan föl leiratkozik, és melléjük nem jönnek új feliratkozók, akkor lehet egy picit aggódni, hogy nincsenek mostanság új embereid, de ez így még, mivel mondtad, hogy 100-200 között vannak feliratkozóid, nem olyan vészes, mert még azért nem olyan ismert a csatornád, de tarts ki, csináld továbbra is a videóidat, higgyél magadban, és hogyha ez így megvan, akkor hidd el, időben majd jönni fognak új feliratkozók is, csak türelmesnek kell lenni. Na, nézzük a következő kérdést. Joci. Szia Csonti! A napokban nézegettem a csatornád oldalát, és feltűnt, hogy van ott egy Csonti Vlog csatorna is. Az lenne a kérdésem, hogy ezt miért indítottad, illetve miért rakod föl kétszer a sok videódat oda. Üdvözlettel, Joci. Na, kedves Joci, ezt elmondtam korábban egy-két videóban, hogy arra gondoltam, hogy készítek a vlogoknak, mivel az úgy eléggé különálló
műfaj, vagy hát így a videó naplóimnak egy külön csatornát is, úgyhogy azok számára, akiket például csak azok érdekelnek, és nem feltétlenül a játékok, vagy a játékokról szóló videók, akkor ott megtalálják. Ezekben a videónaplókban sok más témáról is beszélek, amik nem feltétlenül érintik a játékokat, vagy sőt, egyáltalán nem érintik, és a későbbiekben majd akarok olyan témákat is, amik csak, vagy olyan videókat, amik csak ide kerülnek majd fel, úgyhogy akiknek például ezek a videók jobban tetszenek, ott koncentráltan meg fogják majd találni ezeket a videókat. Ez egy kis segítség nektek, illetve én nekem egy ilyen kis kísérletként is indult, hogy elindítom azt a csatornát, nem szólok róla két hétig egy árva büdös szót se itt a főcsatornán, és hogy hányan találják meg, hányan iratkoznak föl, és láttam, hogy anélkül, hogy egy árva szót szóltam volna róla, több mint 50-en feliratkoztak. Mondjuk egy része az a néző volt innen, akik megtalálták, viszont voltak új emberek is, és ez tök jó. Úgyhogy oda is töltök föl videókat. Általában a jobb vlogok még mindig mind a kettő csatornára felkerülnek, de lesz majd olyan, ami oda nem kerül fel, és lesz majd olyan, ami meg ide nem kerül fel, és oda felkerül. Úgyhogy ha valakinek tetszenek a vlog videóim, akkor azt a csatornát tudom ajánlani. Nagyjából ennyi. Na, következő. Marci XD küldi. Cső Csonti, a SimCity beakadt egy probléma, amikor megnézem a városom lakosságát, munkanélküliségét, akkor eltűnik az egész. Szerinted mi baj, vagy egy új bug? Utóirat, folytasd. Na, köszönöm, Marci. Hát ha eltűnik az egér, őszintén szóval én ezt még nem tapasztaltam, de hát lehet, hogy ez egy új bug, ami csak bizonyos emberkéknél jön elő. Én javaslom, hogy próbáld meg újra telepíteni a SimCity-t. Tehát letörlöd, és az Origin-en keresztül újra letöltöd. És hogyha továbbra is fennmar ez a probléma, esetleg még a grafikus kártyádnak a driverét telepítsd újra, és ha még tovább fennáll a probléma, akkor szerintem fogadd el, hogy ott ez bugos, esetleg az IE-nek a support oldalára írjál, és akkor hát ha ott tudnak segíteni, vagy pedig továbbítják a hibát, és akkor meg lesz oldva az egész. Úgyhogy ennyi, egyébként én sem tudom, mi lehet sajnos. Akkor Hun Diepad küldött nekem egy e-mailt még a hét, vagy hát a múlt hét elején, és abban felhívta a figyelmemet, hogy a humblebundle.com oldalon milyen jó játékok vannak, és nagyon olcsón, és ezt ezúton köszönöm neki is, mert még több más ember is felhívta erre a figyelmet korábban, de erről már csináltam egy külön játék hírblokkot, amit ezzel kezdtem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, akik erre felhívták a figyelmemet, köztük Hun Diepadnek is, és hát nézzétek meg ezt a videómat, és humblebundle.com, ahol ugye jótékonykodásra, jótékony célokra megy az a pénz, amit ti elköltötök játékokra, és a dolognak a lényege, hogy akár $1 megfelelő összegért tudtok szerezni 5-7-8 játékot is, úgyhogy gyakorlatilag ingyen megkaptok nagyon jó játékokat, és a pénz az mindig jótékony célokra megy, és ti szabjátok meg, hogy mennyit akartok fizetni. Úgyhogy humblebundle.com irány, hogyha szeretitek jó játékokkal játszani, illetve nézzétek meg a legutóbbi játékhír összefoglaló videómat is, mert abban benne van bővebben információ erről az oldalról. Akkor Donát. Hello Csonti! Azért írok, mert két napja megvettem a Mighty Quest for Epic Lootot, és ma, ha más várat akarom támadni, akkor azt írja, hogy network erről, de a saját váramon tudom építeni. Válaszodat köszönöm. Amivel a játék még beta fázisban van, ezért tapasztalhatok bármilyen hibát, időlegesen leállhatnak szerverek,
nem működhetnek dolgok, vagy esetleg totál ilyen játék megállító hibákba futhatok bele, úgyhogy ezen nem kell meglepődni, ezeket javítani szokták, és akkor egy idő múlva szerintem ezt már, mikor most megnézed, már szerintem vígan játszhatsz vele. Úgyhogy ha ilyen van, nem kell kétségbe esni. Én meg nem vagyok tech supportos, se Ubisoftos, úgyhogy gőzöm sincs, mi lehet a probléma. Ha valami gond van vele, akkor várni kell, hogy kijavítsák, mert ez még mindig csak egy béta játék, úgyhogy így kell hozzáállni. Úgyhogy ilyen hiba üzeneteket, ha kaptok ezzel kapcsolatban, nem biztos, hogy kell egyáltalán nekem ezzel kapcsolatban írni. Következő. Zoltán, hello Csonti, az a kérdésem lenne, hogy honnan vetted a SimCity nevű játékot, és mennyiért, nem tudom véletlenül más országba sem szállítani Magyarországon kívül, erről is köszönöm a leveledet, üdv Zoli. No, kedves Zoli, a SimCity-t, hát most nem mondom ki, hogy honnan vettem, de gyorsan elküldöm majd válasz e-mailbe, mert nem akarok ingyen reklámot, de ha rákeresel ilyen nagyobb játékeladó cégekre, akkor szerintem meg tudod nézni, hogy hova szállítanak, vagy hova nem. Minden esetre olyan 9600 és 12000 forint között mozog az ára, úgyhogy onnan be tudod szerezni. Originen keresztül is meg lehet vásárolni, bár azt nem ajánlom, mert az inkább ráfizetés ugye az euró árfolyam miatt. Úgyhogy ez van. Neked meg mindjárt válaszolok, hogy honnan vettem. Na, le is írom most. Kész is vagyok. Akkor ez egy ilyen villámgyors kis segítségnyújtás volt. Akkor folytassuk, mert még nagyon sok dolog van. Akkor tüp. Következő üzenet. Fekszi. Szia Csonti! Szeretnék kérni egy olyan tutoriál videót, amiben megmutatnád, hogy hogyan kell használni a Sony Vegas, tehát hogy hogyan kell használni. Tudom, hogy vannak már, de egyet sem találtam hasznosnak. Még egy kérdés, hogy milyen programot használ a hangfelvevéshez, és az lenne a vidiben, hogy hogy vágod össze a dolgokat. Szerintem sok embernek segítene, és nekem is. Előre is köszönöm a válaszodat, Miki. No, kedves Miki, majd készítek tutoriál videót, bár hogyha a többieknek a videóját nem találtad hasznosnak, az segítene, ha még leírnád, hogy pontosan mire vagy kíváncsi. Nem biztos, hogy én is tudom, de meg fogom tudni majd mutatni, csak egyelőre még időm nem volt nagyon foglalkozni vele, illetve most még a következő napokban nem is biztos, hogy lesz, vagy egy-két hétbe, de majd lesz tutoriál videó, addig is kitartás. Akkor szia Csonti, az egyik néződ vagyok, szeretném, ha megnéznéd és kipróbálnád a Terraria nevű klassz játékot. Csak nézd meg, adok egy linket, milyen a játék. Szerintem nagyon jó kis játék, és azért szeretném, hogy kipróbáld, mert te vagy az egyik legkedvencebb videósom, és imádom a videóidat. Szóval, ha van kedved, próbáld ki, és tudok adni egy letöltési linket, ami biztonságos, de nem, de meg is lehet venni Steamen. Üdv, Games Harder. No, kedves Games Harder, köszönöm szépen a levelet. A Terrariát ismerem. Hát gondolkoztam rajta korábban, hogy kipróbálom, de aztán úgy voltam vele, hogy most így nem lenne időm nagyon játszani vele, meg kedvem se, úgyhogy egyelőre nem. De lehet, hogy majd még a jövőben benevezek rá. Minden esetre ajánlom mindenkinek, mert egy nagyon jó kis, hát, ilyen túlélő játék, ilyen 2D-s, ilyen építgetős, hasonló, mint a Minecraft. Úgyhogy ha valaki szereti ezt a műfajt, akkor nem fog csalódni benne. Jó. Akkor nézzük a következőt.
Attilda írta. Szia Csonti, annyit szeretnék csak kérdezni, hogy ez a gép jó lenne videózáshoz. i7-es processzor, 8 GB RAM memória, videókártya, 2 gigás gigabit, 1 terabájtos Winchester. Hú, ez jó. Ez bőven jó. Úgyhogy, kedves Attila, ez a konfiguráció nagyon jó videózáshoz. Biztos jó lesz évekig. Jó, akkor a következő levél. Hú, hát ő nem írt nevet, és X-Ravit Dremma. Hát ez a neve, amit így láttok. Jó, tehát ő írta. Szóval először, ha nulláról szeretnék indulni, pontosan onnan, hogy van egy csatornám, Frapsem, konverterem és kész. Mi kell ahhoz, hogy nem csak feltöltöm és kész, hanem pénzt is kapjak ahhoz, mi kell, ezt légy szíves, írd le, vagy jelölj be Skype-on, és mondd ennyi, és köszönöm viszont írásra. Hú, hát ez egy érdekes mondat volt. Pont vesző az így nincs benne, és így egyéb problémák is voltak vele, de ja, annyi van viszont jó a kérdés, hogy ugye van egy csatornátok, egy Frapsetek, videokonverter, és mi kell ahhoz, hogy elindítsátok a csatornát, és pénzt is kapjatok. Na, elsőnek azt szeretném mondani, hogy ha csak a pénzre hajtotok, akkor felejtsétek el az egészet. Nem erről szól az egész. Ez csak egy, ez egy opció, ami benne van az egész YouTube-ozásban, hogyha ügyesek vagytok, elég nézettséget tesztek szert, akkor akár pénzt is kereshettek a videótokkal, de első körben, ezt már lehet többször is elmondtam, de arra érdemes rámenni, hogy először találjátok magatoknak egy jó témát, amiről szívesen készítetek videókat, amikben otthonosan mozogtok, és utána erről kezdjetek el videókat készíteni, és próbáljatok meg nézettségre, nézőtáborra szert tenni, majd ha ez megvan, csak az után kezdjetek el azon gondolkodni, hogy pénzt is keresni a videókkal. Ezt az előző YouTube-os videóban el is mondtam, hogy ma Magyarországon pénzt keresni videókkal mocskos mód nehéz, és nem is lehet sokat, viszont ez majd remélhetőleg a jövőben másképp alakul. Minden esetre nem tartom jónak, hogyha valakit már a kezdetektől csak ez motivál, mert akkor nagyon hamar bele fog unni. Ellenben, hogyha bár van egy befutott csatorna, elkezditek föltölteni a videókat, és jönnek a nézők, akkor van egy olyan lehetőség, hogy ugye elküldtök egy SMS-t így a csatorna beállítások oldalon, ott lehet aktiváltatni, hogy verify vagy visszaigazolni a csatornát, akkor megadjátok a mobilszámotokat, kaptok egy SMS-t, és onnantól számítva, ha az megvan, az SMS-be kaptok egy kódot, és azt beírjátok utána a YouTube csatornátokba, és akkor visszaigazolt, hát YouTube partnerek lesztek, és utána van lehetőség pénzt keresni a videókkal. Ugyancsak a csatorna beállítások vagy channel settings menüpont alatt látni fogjátok, hogyha minden zöld, hogy lehet a pénzszerzést aktiválni. Ha erre rányomtok, akkor kell majd egy kicsit várni, hogy a YouTube átnézze a kéréseteket, és aktiválja ezt a lehetőséget, majd ezt követően kell egy AdSense fiókot regisztrálnotok. Ezt az AdSense oldalon megtehetitek, viszont fontos, hogy azt hiszem a minimum korra tárott 18 év, de most nem tudom fejből, minden esetre kisgyerekek oda nem regisztrálhatnak, hanem maximum egy szülő közbenjárásával, tehát a szülő beregisztrál, és akkor úgy tudnak a kisgyerekek kvázi AdSense fiókot kreálni, amíg ugye el nem múlnak 18 évesek. És akkor azt az AdSense fiókot kell összekötni majd a YouTube csatornával. Ezt a pénzszerzés fül alatt a csatorna beállítások alatt van, lesz egy olyan, hogy pénzszerzés vagy monetization,
és ott lehet majd meglépni ezt az összekötést. Ha még már van AdSense fiókotok, akkor ugyanitt már egy létező AdSense fiókotot megadtok, és összeköti nektek a Google az egészet. Tehát ez az alap. A másik metódus pedig, hogy ugye már van annyira jó a csatornátok, hogy mondjuk egy partnercég képviselője felfigyel rátok, és akkor felkeres, hogy van-e kedvetek csatlakozni hozzájuk, és akkor ővelük mindent le tudtok zsírozni. De itt is érdemes előtte meg utána nézni ezeknek a partnercégeknek, hogy jó-e vagy nem-e, megfelelően a ti céljaitoknak. Úgyhogy csak így észre kell belevágni mindenbe. Nagyjából ennyi, de erről lehet, hogy majd még egy külön videót készítek majd a későbbiekben, hogyha többen is kíváncsiak még erre részletesebben. Na, akkor... Dani küldte a következő levelet. Szia Csonti, nemrégen augusztus 13-án jött egy... Jött ki egy Grand Strategy műfajba tartozó játék, Európa Universalis 4. Kb. 9000 forintért meg tudod rendelni, Steam kódot is kapsz, alapvetően egy országot kell majd irányítanod, gazdaság, diplomácia, hadügyek, az új világ felfedezése, ha van tengeri területed, engem teljesen beszimpatott, kb. 5 napja csak ezzel játszom, mióta kijött. Gondolom szólok róla, mert te is szereted a stratégiai játékokat. Köszi, hogy elolvasod, Dani. No, kedves Dani, köszönöm szépen a leveledet. Egyelőre nem terveztem ennek a játéknak a kipróbálását, vagy megvásárlását, de valóban, aki szereti az ilyen stratégiai játékokat, hát kicsit olyan, mint a Rizikó, azoknak megérhet egy misét, de mindenképp nézzétek meg, hogy vajon tetszeni fog-e ez nektek, mert ahogy olvasgattam róla, eléggé összetett kis játék, tehát egy nagyon többrétű stratégiai szimulátorról van szó, de akiknek tetszik ez a műfaj, és van idejük, kedvük elmélyedni benne, azoknak mindenképp egy jó vétel lesz. Akkor csak közben itt nézem, mert más e-mailek is jönnek. Akkor Berci levele következik. Kedves Csonti, az lenne az első kérdésem, hogy te szoktál olvasni PC-s játékokkal kapcsolatos újságokat. A másik pedig, szoktál-e sportolni így szabadidődben? Ha igen, akkor mit? A harmadik, a Humble Bundle-ös honlapot, amit bemutattál, ott mind a 6 játékra megkapjuk a kódot. Ezt hogy szervezi le az oldal adminja a különböző játékcégekkel, hogy a bolti és más árnak töredékért lehet megvenni. Mit gondolsz erről? Városodat előre is köszönöm, Berci. No, kedves Berci, akkor hagyjunk sorba. Magazinokat már nem szoktam olvasni. Régebben az 576 kilobájt magazinokat gyűjtöttem, de ez még 10 évvel ezelőtt volt kb. Vagy még régebben. Most már valami van, akkor internetes honlapokat, vagy a játéknak a leírását, vagy a Steam-et nézem meg ez ügyben, vagy pedig a Metacritics-en olvasok egy-két kritikát róla. Szoktam-e sportolni? Hát korábban sportoltam, úsztam, kungfusztam, most már nem nagyon van rá időm, de ettől függetlenül még hál' Istennek fit vagyok még amellett is, hogy 3 műszakban ülőmunkát végzek már évek óta. A harmadik pedig a Humble Bundle-os honlap. Igen, 6 játékot megkaptok, és hogyha a kellő összeg fölött vásároltok, akkor még plusz 1-et vagy 2-t is megkaptok mellé, és a történet úgy néz ki, hogy kaptok egy e-mailt, abban van egy honlapcím, és ott a honlapcímen pedig kiválaszthatjátok, hogy mely játéknak a kódját kéritek, és Steamen vagy Originen, valamelyiket csak a Steamen, valamelyiket csak az Originen lehet, és akkor ott generál nektek egy kódot, azt megadjátok Steamen vagy Originen, és akkor ott lesz a játék a fiókotok alatt, teljesen legálisan a teljes játék. És ezt hogy sikerült leboltolni a kiadókkal? Szerintem a kiadók maguk vállalkoztak arra, hogy jótékonykodnak is egy kicsit. Nekik ez kvázi semmibe nem kerül, mert ugye a játékokat elkészítették, a fejlesztőket kifizették,
ez nekik kvázi egy ilyen pozitív reklám vagy a játékoknak, és hát kvázi jótékonykodik a cég. Ezt így lehet elképzelni. És a nagy cégek igen szoktak jótékonykodni, tehát amikor bevételüket, pénzt adományoznak nemes célokra, és ez most egy ilyen, és így akkor az IE van most épp terítéken, ahogy nézem, még pár napig, úgyhogy ha érdekel titeket, látogassatok el a humblebundle.com-ra, és amellett, hogy játékokat szereztek be, jótékony célra fordíthatjátok a pénzt. István írta, mi van a Don't Starve update-tel? Na, gyerekek, erről már volt szó párszor, úgyhogy ilyen e-maileket kár küldeni. Az update akkor jön, amikor jön, és annál előbb nem tudok róla videókat csinálni. Ha pedig kijött az update, akkor utána legyetek türelemmel, és jönni fog majd róla valami videó, hogyha előzetesen nem szólok, hogy biztos nem lesz. De mivel én is ember vagyok, és én is élek, ezért amikor van időm, akkor csinálom meg. Ennyi, és nem több. Úgyhogy ilyen jellegű kérdéseket kár föltenni, mert a jövőben szerintem biztos nem fogok rá megválaszolni. Egyébként meg a gyakran ismételt kérdések között is fönn van ez a dolog. Jó, akkor... Áron írt, kérdezi, hogy a Mighty Quest for Epic Luton bejövök-e barátnak, és hogy tudunk együtt játszani. Ezt is mondtam már többször a gyakran ismételt kérdések között, hogy sajnos nem tudok senkivel se közös játékot vállalni, illetve nem cserélek se Skype, semmilyen más e-mail címet. Ami e-mail címen megvan, arra tudtok írni, és azt meg is osztottam veletek, de mivel nincs időm játszani senkivel, sőt, úgy alapvetően már lassan ott tartok, hogy játszani és alig van időm, ezért nem tudok ilyesmiket vállalni. A Mighty Quest az azért egy fokkal más, mert ha ott megismeritek a fiók nevemet, akkor bármikor rá tudtok keresni és meg tudjátok látogatni a váramat, illetve bejelölhettek barátként, amit én vissza fogok ott igazolni, úgyhogy akkor megnézhetitek a váramat. Azt nem ígérem, hogy a ti váraitokat is fixen meg fogom tudni látogatni, de ott legalább ez a dolog így működhet, hogy így meglátogathattok engem a váramnál, és majd én is titeket esetleg. Akkor Krisztián, Mighty Quest probléma. Az lenne a gond, hogy le van töltve a játék, és installálom, akkor kidobja, hogy akarom indítani a játékot, amikor befejezte. Én ezt ki is pipáltam, de amikor rendül a játék, az dobja ki, hogy erről file not found. Mi lehet a baj? Légy szíves, segíts, változtat, előre is köszönöm. Korábban elmondtam, a játék beta fázisban van, ezért semmi nem garantált, hogy működni fog. Úgyhogy szerintem megint kifogtál egy ideiglenes problémát, amit valószínűleg kijavítottak, vagy esetleg valami probléma volt az install közben, próbáld meg újra installálni. Akkor következő levél. Szia Csonti, a SimCity 2013 játékban privát ráálltam a régiót, akkor haverokat meg tudom hívni. Köszönöm előre is a válaszod. Hű, ha privát, azt hiszem a haverokat ugyanúgy be tudod hívni, csak ugye nem tudnak idegenek csatlakozni a régióthoz, úgyhogy... Igen, fog tudni a barátaiddal játszani. Mateusz levele. Hello, azért írok, mert lenne egy kérdés, a videódban láttam, hogy pókokat telepítettél át. Ezt hogy lehet megcsinálni, mert bárhogy próbálom, nem sikerül, válaszodat várom előre is, köszönöm, Mateusz. A Don't Starve-ra gondolt Mateusz, tehát ott a pókokat hogyan lehet telepíteni. A lényeg az, hogy megvárod, hogy egy pókfészek az harmadik szintű legyen, tehát három ilyen kis gubó emelet legyen rajta, és akkor utána, ha legyőzött benne a pókokat, azt hiszem 9 pók jön ki belőle már, és utána szétvered a fészket, dob egy ilyen kis tojást, és az, ha azt lerakod, az bárhova utána a felszeded lerakhatod, és akkor annak a helyén lesz egy egyes szintű pókfészek, ami utána fejlődik tovább. Úgyhogy így lehet pókfarmokat telepíteni. Jó, és lassan a végére érünk. Sándor, szia Csonti, a SimCity Speedrun videóban kapcsolatban írok neked. Azt szeretném mondani, hogy az egyetemen fölösleges kifejleszteni a vegyvédelmi tűzoltós cuccot, mert a high-tech, vagy hogy a fenébe kell írni,
gyárak nagyon ritkán okoznak vegyi tüzet. Inkább valami értelmesebbet fejlesz ki. Bocs, hogy ilyen apróságokért e-mailt írok, de fontosnak tartom elmondani, és féltem, hogy a kommenteket nem olvasod el. Na, kedves Sándor, köszönöm szépen a levelet. Hát nekem az a tapasztalatom, hogy előbb vagy utóbb úgy elkezdenek nagyon durván égni a high-tech gyárak is, hogyha nincs tűzoltóság, és van, és általában még sose volt vegyvédelmi tűzoltóságom, ráadásul leégett egy-két gyáram, úgyhogy mivel ott így volt már elég jó kis high-tech ipar, valószínűleg még nem kezdődött ezzel a nagy tűzvész, mert azért 3 óra játékkal jutottam ide, és ott még nem kezdi el lehet így tolni a tüzeket, de én ezért akartam most mindenképp erre beruházni. Egyébként meg, ha tovább növekszik a lakosság, az egyetemhez is hozzá tudok még adni mást, úgyhogy így elsőnek ezzel indultam el. De ki lehet próbálni, tehát semmi nem kötelező. Mindenesetre köszönöm a tanácsot. Jó, és... Jó, ez a levél meg már volt. Még egyszer el lett küldve. Jól van, hát akkor ezek voltak így a kérdések ömlesztve erre a hétre. Ahogy nézem, most már lassan megint visszajött mindenki a nyaralásból, vagy így megint fellángolt a levélírói kedv. Úgyhogy lehet, hogy jövő héten már nem egy ilyen nagy epikus levél videó lesz, hanem kicsit szűrni fogom a kérdéseket megint, hogy a jobbak kerülhessenek be. Minden esetre mindenkinek, aki levelet ír, fogok válaszolni, vagy így videóban, vagy pedig levélben. Köszönöm szépen az eheti leveleiteket, és akkor találkozunk jövő héten, ahol várom a ti kérdéseiteket ismételten, és legyenéletőleg fogok tudni válaszokat is adni. Addig is további jó videózást, kellemes játékot, és élvezzétek ki, amíg maradt ebből a kis nyárból. Sziasztok!